1956. október 23-án még csak néhány sebesültet kellett ápolni Budapesten, a Tétényi úti kórházban. Másnap a Móricz-Zsigmond körtéri harcok következtében körülbelül 80, majd a parlament előtti sortűz után naponta közel 100 újabb lőtt, harci sérült érkezett. Összesen majdnem 1000 sebesültet láttak el. A háborút megjárt főorvos Pálóczi József frontszolgálati tapasztalatai alapján jól tudta, mi a lőttsebb, a gránátrepesz roncsolta ember. Ezért azonnal megszervezte a sebesültek szállítását, sebészeti ellátását és a kórház teljes üzemeltetését. Az októberi napokban valóságos hadikórházzá vált a Tétényi. Missziója azonban feltáratlan maradt. A Tétényi úti kórház tulajdonképpen a forradalom hátországa volt. Rengeteg beteg került hozzánk. Csak hozták a mentők, és mindenki kellett. Ez egy nagyon modern kórház volt, nagyon nagy tisztaság volt, és mindenki vigyázott a tisztaságra. A 24-én hajnalban bementem vért adni. Első véradók között voltam, és akkor megkérdeztem, hogy maradhatok-e, és a Zellner professzor, mivel nála vizsgáztam első segélytanfolyamból, nem maradtunk önkéntes ápolónőnek. Véradásnál én még úgy adtam vért, ez nagyon érdekes volt, hogy mellettem feküdt az, aki kapta. Sorsos se csintora, hogy novemberben én kerültem vissza ide, Szent Imrébe, volt Tétényi úti kórházban, de most már mint beteg, mert le kellett vágni a jobb lábamat tőből. Érszükület. És most mint beteg ápolnak itt, abban a kórházban, ahol 56-ban önkéntes volt. Egy csoport, lehetünk 10-12-en, elindultunk a Karolina úti véradóközpontba. Nagy sor állt, nagyon szép volt látni, hogy az emberek mentek vért adni, de tőlünk nem vettek, mert nem voltunk 18 évesek. Ott egy ápolónő megsúgta, hogy menjünk el a Tétényi úti kórházba, mert ott nem kérdezik, hogy hány évesek vagyunk, és akkor így kerültünk a Tétényi úti kórházba. Somlói úton volt a művészeti gimnáziumnak a lánykollégiuma, az egyik oldalán az útnak följebb egy lépcsővel a fiú kollégium. A listán diákként szereplők a képző és iparművészeti gimnázium diákjai voltak a Somlói úti kollégiumból, akik eredetileg vért adni indultak, és ott is ragadtak. Minden emberre szükség volt a rengeteg sebesült ápolásakor. Édesapám, dr. Pálóczi József ott volt 10 napig egyfolytában, amikor egyszer hazajött, kialudta magát és visszament. Velük mentem én is, és akkor egy doktornő, emlékszem Szőke volt, azt mondta, kislányok, ki tud itt maradni, ápolni a sebesülteket, mert nagyon sokan vannak sebesültek, és az ápolónők közül nagyon sokan nem tudtak bejönni reggel. Hát lelkesen maradtunk, és én nagyon-nagyon boldognak éreztem magam. Valami olyan nagyon nagy hazaszeretetet éreztem, és tenni vágyást. És az elsőre azonnal egy műtőbe kerültem, ahol egy öreg nénnek a torok lövését operálta a doktor. Én meg ott odaálltam egy ilyen fehér műfenébe, és mondta a doktor, hogy ez a koher, ez a csipesz, ez a szikkerült, és adja kezembe, amit kérek. Hát én nem mertem mondani, hogy én általában hányni szoktam a sebektől meg a vértől, de akkor eszembe se jutott ilyen, és szó nélkül adtam, amit kellett, és megtörtént az operáció. Utána betettek egy sebesült szobába, a sebészetre,
Mondták, hogy ez a beteg ihat, az nem ihat, és vigyázzon rájuk, meg segítsen neki. Amikor leértünk a kórházba, és az ottani nyüzsgést láttuk, és akkor jutott el tulajdonképpen tudatunkig az, hogy mibe is csöppentünk bele. Volt, aki ápolt, volt, aki portaszolgálatot teljesített. Nem válogattunk, mindenki, amit kapott, azt csinálta. A fiúk közül nem nagyon maradt senki a kórházban. Azok közül jó néhányan fegyverrel is harcoltak. Képzőművészeti gimnázium tanulójaként voltam a Tétény úti kórházban, mint ifjú fölkelő, sebesült szállító. Sok lett a sebesült, és akkor oda beosztottak bennünket éjszaka gyógyszereket válogatni, meg súlyos betegek mellé. Eleinte olyan tedd ide, vidd oda, ugye voltunk, aztán utána több mindenre megtanították, hogy jobban tudjunk segítkezni. A kórteremben mindent csinálni kellett. Ella nővér, a főnővér, aki református diakónisza volt, és megtanított mindenre. Úgyhogy az ágyazás, lázmérés, ágytálazás, őrizni kellett, amikor az infúziókat adták, őrizni a betegeket. És főleg éjszaka kellett sokat velük lenni. Hát érteni nem értettünk mi hozzá, csak az rokon szemünk, meg a segíteni akarásunk volt nagyon nagy. Akik ott voltak emberek, azokról később kiderült, hogy zömmel azoknak az én kollégista társaim, a Somlóiból lejöttek, és jöttek vért adni, és jöttek segíteni a lányok. Ilyen segéd személyzetként aztán alkalmazták. A forradalom előtt egy hétfői napon mandula műtétre utaltak be a Tétőgyüti kórházba. De aznap nem műtöttek meg, másnap meg valami miatt elmaradt a műtét, a harmadik nap meg lezárták a műtőket, azt mondták, hogy azért, mert tüntetés készülődik, minden géppuska sorozatot, mindent lehetett hallani. Az igazgató helyettes főorvos úr Pálóczi József oda jött, és megkért bennünket, hogy a kapunál tartsunk őrséget. Nem mindenkit engedtek be szívesen. Sokszor leszaladtam a portára ilyen üzeneteket levinni. És lent is persze a kollégiumi társaim voltak a telefonosok. Ők a kapura is figyeltek, hogy azon ki jön be, meg ki, és hát a telefonokat kapcsolták. Folyamatosan forgott az egész. Jöttek, mentek. Gondolom, függően attól, hogy milyen mérő volt a sebesülés. A súlyosabbakat hordággyal, amit úgy hordtak le a kórházból, a könnyebb sértülteket pedig volt, akit ölben vittek föl, volt, akit támogattak. Ez folyamatosan így ment. A fiúk közül Faltis Róbert, Mihály Árpád mentősök, de a lányok közül is a Magyar Kati járt ki a mentőautókkal, úgyhogy mindenkinek megvolt a maga feladata. Mi ott téblában voltunk egy darabig, aztán jelentkeztünk, népsorba vettek minket, és utána lett egy olyan lehetőségünk, hogy teherautóval el tudtunk menni mentőzni. Az egyik fiatal orvos vett minket a szárnyai alá, és így kerültünk teherautóra, egy Rába teherautó, ami a tejipari vállalatnak a tulajdona volt, azzal mentünk el. Én korvinos voltam, én bekerültem a korvinba másfél kemény nap harc után, végre be tudtam jutni a korvinba, és én a pongrácékkal voltam kapcsolatban. Egyetlen egy beteget vittünk, egy sérültet vittünk a Tétény úti kórházba, mégpedig a saját mentő orvosunkat. Belekeveredtem a parlamenti sortűzbe.
a jobb oldalamon egy halottnak a kalapja gurult rám, alul a lábamon mászkáltak, én már megzavarodott, megtébolyodott emberek voltak ezek. És ez az egész rész ott, az a jajgatás, a halálsikoly, az imádság, a fűbeharapás, a gyerekkeresés, és ének pokoli jelenete volt. Behoztak rengeteg sebesültet csütörtökön. Teherautóval hozták. Nem fértek el mentőbe. És szörnyűséges. A folyosón feküdtek. Nem volt annyi hely. Nekem kellett a bejárati ajtót nyitogatni, és mikor a föld véres lett a hordágyak után, azt a követ föltörölni. A lábam nem tudtam, nem is volt, úgy éreztem, hogy nincs. Tehát ráléptem, és a semmibe léptem. Annyi volt a beteg, hogy a sebesültek feküdtek a belgyógyászaton, sokan még a szülészeten is. Hát szülészeten ugye mindenki az asszony nevén van, ezzel hát egy azt nem szokást vagy kötelességet teljesített az orvos, mert azt rakja oda, aki oda való. Tehát egy Nagy István, mert nekem ugye eredeti nevem Nagy István, nem lehet egy szülészeten, tehát Nagy Istvánnénak kell lenni. Egy törzskönyvet, most ebben lehet, hogy megtaláltuk önt is. Most ezt kérünk segítségül, hogy keressük meg, hogy hát, ha ön megtalálja magát itt az egyik lapon itt. Minket, hát ott legalábbis egy korteremnyi 10-10 embert a szülészetre helyeztek el. Most ez úgy volt nekünk, és viccelődtünk is rajta, és ezt szerettem volna megtudni, hogy ez szóbeszéd volt-e, vagy nem. Én Nagy István voltam, én írói névvel vagyok már. Értem. Azóta. Ez a felvételi ideje, nézzük csak, itt a neve, ez sorszám, név, születési év, és az édesanyja lánykori neve. Találunk-e Nagy Istvánt? Itt van valami. Hát itt van. Igen. Nagy István név van ide írva. Hát én a többiekkel, 10 emberrel elkerültünk innen 28-án a Gellért inhalációs kamráiba. Hát ez akkor nem én vagyok. Sok orvos hallgató volt bent önkéntesként. De őt ismertem, aki így fölöveli a... Ez is egy orvos hallgató volt, aki kiemelte a beteget és átrakja. Az orvosok sajnos nem élnek már. Egy fiatal orvosra emlékszem, aki annyira izgult, hogy a műtétek előtt elment imádkozni, és amikor észrevette, hogy figyeljük, akkor elvörösödött. Egy szobában voltam, egy Suk Sándor nevezetű évfolyamtárs. Aznap. Aznap, akkor nézzük meg, Incin, Nagy István. Itt van még egy Nagy István. Ez vagyok én. Hát itt van persze, a neve jó. Is. Hát itt van. Hát ez egy... Na jó, na, hát akkor tényleg, megvan. Akkor megvan. Hát akkor az meg is van, akkor... Akkor... Ez és 28-án ment, ez stimmel. A születési dátum stimmel?
Az is stimmel, de hát akkor nem vagyok Nagy Istvánné, akkor nem Nagy Istvánnéként jegyeztek. És hova hát, Erzsébet akkor? Az is stimmel. Voltak itt filmesek, nem tudom ki volt, csak azt tudom, hogy egyszerűen és szimplán dokumentálni akarták. Mert megkérdeztem, hogy ez is 8 mm-es, és mondta, hogy nem, ez 16. Mondom, akkor ez már komoly. Mert édesapám még 8 mm-eset lett fel. És hát fölismerhetetlen a kórház is, mert most teljesen. Vagyis igen, igen. Szóval itt az ember kinézett az ablakon, olyan préri volt körben. Este behoztak egy fiatalembert, aki katona volt, és én olyan szép férfit életem, mert nem láttam, mert a műtőből egyenesen hozták, hosszú szempillákkal aludt még. Letették az ágyra, és mondták, hogy gyomorlövést kapott, és hát, hogy hát legyek mellette, de nem adhatok semmit inni. Meg gyönyörű fiatalember volt. És akkor azt mondta nekem az egyik doktor, hogy meg fog halni holnapra. Na, én akkor azt éreztem, hogy én is meghalok rögtön. És kimentem, és ott sírtam. Ömlöttek a könnyeim, hogy nem akarom, hogy meghaljon. Nem halt meg. Úgyhogy aztán hát láttam a felépülését, egyszer homlokon is csókoltam. Szóltak, hogy mivel nullás a vércsoportom, engem hívtak először. És a 327-es kórterembe kellett fölmenni, ahol feküdt egy fiú, Nemes Tóti Csaba, 19 éves volt, ott feküdt viassárgán. Elszédültem, mert 225 köbcenti vért adtam, de aztán adtak enni, meg valamit inni. Úgyhogy amíg én ott voltam a Tétényúti kórházban, az 17 nap, vagy 18, nem is tudom pontosan, mert november 11-éig voltam. Szóval visszamentem, és na is akkor már a Nemes Tóti Csaba fölébredt, és összebarátkoztunk. Nekem a legszomorúbb emlékem az volt, amikor egy 4 éves kislányt, aki a lakásukban sebesült meg édesanyjával együtt, édesanyja meg is halt, és annak le kellett vágni a kezét, de már nem volt elég altató. Úgyhogy csak érzéstelenni tudták szerencsétlen gyereket. Végigfogtam a jó kezét, és meséltem. Meséltem pedig a legszívesebben, hangosan zokogtam volna. Amit ahogy kimentem, meg is tettem. Volt, aki az a betegek közül ránk nézett, elmosolyodott, és nagyon-nagyon boldog volt, hogy végre ezt láthatja, hogy magyar kokárda van rajtunk. Én 3 napig nem ettem és nem aludtam, mert elfelejtettem. Eszembe se jutott. Szombaton reggel elájultam a folyosón, kiürítettek egy fél szobát, és akkor ilyen üres ágyak, le lehetett feküdni, aludni is. Meghallottam, hogy kiabál valaki a folyosón, hogy bésvért keresnek. És akkor azonnal kiléptem és jelentkeztem, hogy én bés vagyok. És pillanatokon belül, már pár perc múlva ott ültem egy sérült mellett, akinek direkt adták a véremet. És már nem is tudom, már 4 decinél már többet levettek, amikor hirtelen valaki rám nézett, és elkezdett kiabálni, hogy hagyjátok abba. Hát igen, mert 3 nappal előbb adtam 1,5 litert, 16 évesen voltam jó formán, és 2-3 nap múlva megint hirtelen egy. Ami egyik legdöbbenetesebb volt, amikor a Nemes Tóti Csabát kötözte a doktor úr, így kitakarta, és akkor láttam azt a hatalmas nagy sebet a combja közepén, ahol a csontja, combcsontja is látszott. És a Csaba szakadt róla a víz, és nem szólt egy szót se. Ez lehet a Csaba, Nemes Tóti, annak volt itt kihúzva a lába. Itt, figyeld? Ez nem az. De azért nem a Nemes Tóti Csaba, mert ő másik ágyba feküdt. Ja, de! Ebbe az ágyba feküdt, igen. Na, nem biztos. Hát, Isten hozta a vendéget.
Ez sajnos csak így megy. Szervusz, értesztek! Na hát, azok is 60 év eltelt, azért egymásra ismerünk. Igen. És akkor, mikor hazamentem onnan, akkor emlékezetből rajzoltam a portrékat rólatok, de lehet, hogy nem jók, csak... Nem baj, hát... Megmutatom, hogy... Ha igaz, akkor ilyesféle voltál. Hát szóval tényleg így fejből otthon. Timmel. Kislánykoromban, meg ez a Tibi, a Delei, akkor ő a Benedikti. Föltettek egy kérdést, hogy van-e valaki jelentkező, aki hajlandó elmenni te mentőautóval vérért. Nem tudtuk, hogy hova kell menni, én jelentkeztem, és később kiderült, hogy Bécsbe mentünk vérért. Onnan megjöttünk, valamikor éjjel egy óra tájban, és akkor engem az egyik orvos utasítására a mentős fölvitt a kollégiumban, lerakott, és másnap aztán jöttünk is haza, ez 27-én volt. Sebesülteket nem szállított el senki. Úgyhogy mi elhatároztuk, hogy teherautónk, és elhatároztuk, hogy teherautóval mi megpróbáljuk bevinni a Tétényi kórházba. Akkor, én akkor hallottam a kórházról először, és így kerültünk be a Tétényi úti kórházba. Úgyhogy egy postától lopott, elhozott teherautó, egy ilyen kábelfektető teherautóval jöttünk be. Hát azért nem volt az egyszerű dolog, csak úgy simán beülni a teherautóba, és akkor bejönni a lövöldözés közepette bejön ide a Tétényi kórházba. Mert a hétköznapi élet nagy pofájúsága, és az ilyenkor való helytállás az kettő. Az igazgató főorvos, mikor mi beérkeztünk, akkor utána szinte ő fogadott bennünket, mert látta, hogy sebesültek vannak a kocsin, szedjük lefelé a sebesültekre, és akkor kijött több ilyen fehér köpenyes föltételezem orvos kíséretében, és akkor gyakorlatilag azok mindjárt elkapták a sebesülteket és vitték a helyre, de bennünket, a többieket pedig lehordott, hogy mertünk mi bejönni így fegyveresen a kórházba, mivel a kórháznak a védettségét, hogy mondjam, kockáztattuk. Ebben a saját szempontjából igaza volt, mert ő nyilván tartotta magát az elírásokhoz, hogy kell viselkedni ebben az esetben. Na de akkor fölfordult a világ. A Pálóczi az annyit mondott, hogy vegyük tudomásul, hogy amúgy is a kórház be van mérve. Most ez tűzérségi szakszó, hogy a paraméterek föl vannak véve, és tehát hogy bármikor megindíthatja a tűzérség messziről, akár 4-5 kilométerről is elkezdi lőni majd a kórházat. Rögtön az első napokban hoztak be egy fiút, aki szintén a Kossuth téren sebesült meg, Viski Gyuri, aki 3 nap múlva ott halt meg a kórházban, és egy csodálatos gyerek volt. Na most, mikor én hazamentem Nagykörösre, akkor én emlékezetből mintáztam róla egy kis fejet, amit a halott fejét, amit soha nem mutattam 60 éve senkinek. Ez azért is nagyon nagy dolog volt, hogy én nem láttam addig embert meghalni, és ott volt ez az első, és a szüleinek az egyetlen gyereke volt, és hihetetlen, ha nem is hinném el, a más mesélné, hogy ő vigasztalta a szüleit, hogy ne féljenek, mert ő ezután Krisztus katonája lesz. Jézus segíts, az volt az utolsó szava. Behoztak egy 18 éves kis katonát. 24 sérülés volt a testén. Jocónak hívták, fadról való fiú volt. Hát akkor volt 18 éves, hát 2 évvel volt idősebb nálam, gyerekek voltunk mind a ketten, és őrjöngött. És aki belépett a kórterembe, hozzávágott egy befőttes üveget, meg perekedett, vagy a bal kezével. És én bementem, akkor megnyugodott.
Ez lehet, hogy a jócó haslövéses. Nem lehet? Jaj, ez egy nagyon szép fiú volt. Akkor te ezt ismerted? Igen. Hát ott feküdt sokáig. Ő halt meg. Szegény. Ez egy kisgyerek, nem? Szegény. Ő volt az a Jóska. Milyen Jóska, azt nem tudom. Csak azt tudom, hogy szegényként úgy kaparta a lábával, és mondta, hogy pöhöly ment a torkomra. Pöhöly ment a torkomra. Az én vagyok ott, nem? Ez nem én vagyok. Nem. Inkább ez. Nekem is csinálják a tétet. De nem tétet. Azután később, igen, emlékezetből lerajzoltam a fiúkat, igen, meg megvan valahol az alaprajza is, hogy ki hol feküdt. A mi szobánk is tele volt, úgyhogy valószínű pótágyakkal. Egy kórterem, nem tudom mennyi, de szokás szerint, vagy normális állapotban, de 10 biztos voltunk ott. Egyedül voltam abban a kórteremben, segédápolónő. A 327-es kórteremben voltam 11 napig, csak az a falak között tudtam, hogy mi történik. Nyilván hallottam, hogy most a ruszkik már ezt csinálták, azt csinálták, meg leküldött menni a pincébe, éppen ezért, mert nagy volt a lövöldözés. De nem tudom a dátumot, de akkor aludtam először, mikor a Mindszenti beszélt. És akkor úgy félálomban hallottam, hogy valaki a rádiót hallgatta. Mindig volt valaki, aki a rádiót hallgatta, és utána beszámolt arról, hogy mi történt. Egyébként vasárnaponként mise volt. Lent az első emeleti nagy társalgóban, katolikus mise, amire bizony aki tudott, elment. Papok is épp úgy segítettek, akár ápolásban, akár abban, hogy gyöntetni. Beszélgetni, segíteni. A Dankó, a nagy Antal. Aha, de 24 akkor nem est ott Jókoló, Skoda Károly Körmendi, vagy Kislej György. Viszki. Vagy Viszki. Viszki. Ezeket nem kérdemes már nézni, mert itt a Sukk. Na, Suksám, itt van, Suksám, nem ez az? De, akkor na. Ez 27-én jöhetett be. 25-én ment. Hát akkor találtam a Légrádit, a Suksanyit, hát meg a többiek is itt lesznek valahol. Két kórházba vitték leginkább, sok sebesültet, egyik a Tétényi úti volt. Teherautók hoztak ide bennünket. Tele volt a hordágyam is vérrel. Szörnyű volt az út a teherautó platóján. Akkor a seb már kezdett működni. Itt a kórházban úgy voltunk, úgy tudtuk, bár én korlapot se láttam, nem láttam semmit, hogy ahogy szülőszeten vagyunk, úgy hozzáváltozik a nevünk is. És hogy Nagy Istvánné. És hát most kiderült, hogy amit hittem, az nem úgy van. Tehát akkor véletlenül akkor a szülészetre azért fekhettek. Én két dolgot tudok elképzelni. Tehát, hogy a sok
sok beteg, bármilyen sok sérült jön, akkor nem fér el az osztályon, és azért is kerülhettek oda, meg hogy védjék önöket esetleg. Az ez a kettő, én is így gondolom. Sokkal emlékezetesebb volt az a 3 hét, amit a Gellért szállóba töltöttem. Ez az inhalációs rész körülbelül 15 embert fogadott be. Most mi eléggé furcsa sebesültek voltunk, mert könnyűnek mondhatók, de mindenkinek volt valami jellegzetes sebesülése. A Pálóczi József főorvos úr egy csodálatos lény volt. Én úgy emlékszem rá, hogy ilyen kis pelerinjébe futkosott, cikázott, és egy mindig ebbe a nagy feladatok között is mindig ilyen harmonikus volt, és mosolygos és határozott volt. Most nagyon nagy feladatai voltak megszervezni a betegápolást, a önkénteseket is, de a már bent dolgozókat is, mert szegények, volt, aki haza tudott utazni, volt, aki nem. Pontosan nem tudom a feladatait, de bent lakott, szóval nem volt ideje haza sem menni, mert mindenre oda kellett figyelni. Hát a Pálóczi doktor úr az ott járkált köztünk, meg az egész kórházba. Vagy biztatott bennünket, jól van gyerekek. Egy olyan, hogy mondjam, olyan szíves lélek ember volt. Valaki megsimogatta a hajamat, és erre fölébredtem, és ott állt a főorvos és az orvosok. Hát az éjszakai vizit volt. Ő volt a munkástanács elnöke, és szervezte az ápolást, és sokat tanultunk tőle, hogy tudtuk, hogy biztonságban vagyunk, biztonság érzetet nyújtott a látványa is. Nagyon sok mindent írt apám. Volt egy olyan doboz, amelyikben az összes jegyzete, ami 56-ról készült, abba található. Ezt a férjem találta meg egy költözés során, és megdöbbentünk azon, tudtuk, hogy ő munkástanács elnök volt, de aztán itt a munkástanács nap mint nap leírt jegyzeteit, jegyzőkönyveit találtuk meg, ami igen érdekesen hozta elő, hogy mi minden történt, és hogy hány száz beteget gyógyítottak meg. Hajnali 4 óra, bemegyek a kórházba, sebesültek 31. Orvos csak ügyeletes, nővérek is. Rádió felhívásra környék női ifjú jelentkeztek beteg hordó nővéreknek. Konyhába, mosodába teherautók hozzák a sebesülteket. Teherautók kenyeret, húst. 10.27 szombat, a fiataloktól elveszem a fehér köpenyt. 11 óra gyűlés a könyvtárban. Jelen van körülbelül 50 dolgozó és 25 segéd dolgozó. Tanácsválasztás. Elnöknek engem választanak. Többnyire a negyedikesek, a harmadikosok voltunk, és köztünk volt a magyar Kati, nagyon szép szőkelány volt a Kati, ő ás volt, én pés, és a Kati mentőre került. Úgy irigyeltem, hogy megy be a városba, egy pobjada volt a mentőautó, fehér lepedőt tettek rá, és piros keresztet rajzoltak, vagy festettek valamivel rá. Jött a hír, hogy a Kati meghalt, lelőtték. A Zeneakadémia melletti kis utcában egy 12 éves kisfiút, sebesült kisfiút próbált menteni. Be is tették az autóba, amikor valamelyik ház tetejéről tüzet nyitottak rájuk. Azonnal szörnyet halt a kisfiú. A második, a harmadik lövés a magyar Katalin érte. Kati utána két karjával igyekezett menni a kapuajba. A karját is kilőtték alóla, és azt mondta, hogy
sziasztok, én meghalok. Ez volt az utolsó szava. A Magyar Katalin az autóval bevitték a Tétényúti kórházba, és a Tétényúti kórház kertjében temették el, majd aztán később exhumálták. Akkor, amikor megtudtuk, hogy ez történt vele, elkezdett tulajdonképpen élni. Emlékeztem arra, hogy ez a kislány ez nekem narancsot adott a számból, tette. Mártírja lett a forradalomnak. Egy tiszta szívű áldozat. Szelíd mosolya volt. Kezünkbe adták a hullakamra kulcsát. Elindultunk ketten lányok, nem ért rá jönni velünk senki. És akkor kinyitottuk az ajtót, és sajnos meg kellett keresni minden plé ajtót kinyitottunk, ahol különböző fejek voltak, amíg megtaláltuk a Katit. És szép volt, sértetlen a feje. Ilyen vakolatdarabok voltak a hajába, de piros melegítőbe, valószínű, hogy azért se láttam a vért, mert szép és sértetlen volt. Lehet, hogy a Kati volt. Igen. Ez a fiatal lány, aki most bejött jobb oldalról. Ez a egyértelműen Kati. Magyar Kati. Magyar Kati. Festőművész vagyok, Meszlény János szobrászművésznek a felesége. És én is abban a gimnáziumban jártam, ahova a János is járt, és a Kati is. Jánoson keresztül megismertem a Katit, de nagyon. De hát sajnos a János egy pár hónapja meghalt. Egy első változata volt a Kati arcának. Erről csinált ő aztán egy plaszterin vázlatot, sőt azt hiszem a magát a márványt is legumiformázták, és azt hiszem, hogy ez az, ami a gumiformába bronzba lett öntve. A hullakamrában, mikor nyitogattuk a vasajtókat, csupa-csupa fiatal fiú, lány, fiú, csupa fiatal, egy idős bácsira emlékszem, mind fiatal volt. És aztán megtaláltuk a Katit a kis piros melegítőjébe. Azt is elfelejtettem, hogy kivel voltam ott. Először azt hittem, hogy a Fülöp Erzsivel, aztán kiderült, hogy a Kormos Gabival láttuk. Aznap, mikor meghalt, még bennünket, engem meg a Fülöp Erzsit kértek fel, hogy menjünk el azonosítani. Hát azt versben meg is írtam akkor. De szinte föl se tudtuk fogni, én sem. Hát amikor az ember szembesül a halállal, az különben se rólam szól. Nehéz erről beszélni.
Nem is tudom már, hogy. Na, itt van. A halál az semmi. Érted? Semmi a halál. Csak az fáj, ha tompán hull a rög, s lent egy gödör vár, örök homály. A halál 16-17 éves fejjel, még nem tudjuk, mit vesztünk el. Finom rezgő megsejtések, pár illanó röpke álom, lángolás, tűz, élni lélekáron. És akkor utána eltemették a Katit, én sajnos nem tudtam ott lenni, mert dolgoznom kellett a kórterembe, de a kórház udvarán temették el, ahol még 30-valahány sír volt. Láttam őt holtan, akkor gyönyörű volt akkor is, csak olyan halvány zöld volt az arca, és akkor mondták, hogy én egy keresztet raktak, mert ott temetjük el a kórházba, és csinált valaki egy keresztet, és én írjam rá a nevét. És nem volt más a kórházban, mint zöld olajfesték. És akkor a keresztfárak a vízszintes lapjára ráírtam, hogy Magyar Kati. És akkor egy kendő, fehér kendővel bekötötték a fejét, és eltemettük lepedőbe a kertben. Az emberi agy olyan, hogy ami túl sok, azt nem fogja fel. Mikor egy-egy kézfoszlányt vagy testet látott az ember, akkor jobban megfogott, mint mikor tömegbe ott feküdtek az emberek. A Pálóczi főorvos is ott volt szerintem a temetésen. Minden orvos ott volt, aki éppen nem volt elfoglalva mással, mert ez egy megrázó dolog volt a Kati temetése. És tudom, hogy fehér köpenyek serege ott körbeállt. Most magam előtt látom, hogy hol temettük el, a főbejárattal szembe egy vonalba, a jobboldali épület mögött, körülbelül 10 méterre. De hogy azóta oda építettek-e valamit, vagy bővítették-e a kórházat, nem tudom, mert egy zöld rész volt. Most a Magyaróváron lakott Kati, oda akarták elvinni. A osztálytársaimmal én is jelentkeztem, hogy megyek az exhumálásra. Álltunk ott, és még talán énekeltünk is. A rengeteg tragédia, a tönkrement életek, meg a halottak is, azt mondták is, hogy az udvaron ássák el, ott van a temető. Azután, mikor januárban visszajöttünk a kollégiumba, akkor az édesapja, azt hiszem január 10-valahányadikán jött a papája a holmiaiért. És ezt az apát meghurcolták, utána lecsukták, mert ugye ellenforradalmány halott lánya volt, és ezért őt le kellett csukni. Nem tehettük föl az osztály táblóra a Kati képét érettségikor. Megörökített halál almárium szagában kallódik képe valamelyik fiókban, ő maga lapátolt földben, időn túli soványan, lepréselt liliomszál félretéve. Van-e keresztje, vagy már kimosódott, Isten tudja hová lett, mint az én véres ingem? Magyar Katalint kiégették az őszből. Akik a kórházba haltak meg, azokat a kórház kertjébe temették el. Ezt úgy tudom, hogy 35 vagy 36 személy volt. Őket már koporsóba, ebbe a szögekkel és deszkákból készített koporsókba temették, és őket később a temetkezési intézet szállította, exhumálta és szállította el. A farkasréti temetőbe temették el őket sorba, egymás melletti sírhelyre,
és ott a keresztekkel jelzették azt, hogy a Tétényüti kórházban haltak meg. Bejöttek az oroszok. Megint jött egy olyan nehéz időszak, hogy addig tudtak bejönni sokan az ápolók közül. Emlékszem, november 21-én ment ki autó, és mindenki besegített. Két kórházi mentőautóhoz írtak menleveleket. A Tétényi úti mentőautóval mentek ki egészen Moson-Magyaróvárig, és ott a határnál hagyták a két mentőautó cédulával, hogy a Tétényi úti kórház tulajdona. A szüleim is mondták, hogy most már jó lenne iskolába járni, úgyhogy végül is egy hónap után én ezt a Tétényi kórházi munkát abbahagytam. November végére az önkénteseket hazaküldték. Engem megkértek, hogy maradjak bent fizetéssel még. Fizetnek, de maradjak, amíg nem kezdődik az iskola. Azután, mikor édesanyám hazavitt, nagyon szomorú, hogy nem is nagyon örültem, hogy haza kell menni, de mikor hazaértem, akkor nem találtam a helyem, hogy ezután a sok minden után a nagykörösi verebeket kellett nézni a akácfánkon. Mikor már januárban nem voltunk vidéken, az osztrák határcél, napokig nem tudtam aludni, mert akkor jöttek elő azok a sikolyok, azok a hörgések, meg minden. Emlékszem, hogy ugye a személyigazolványt visszaadták, és csupa vér lett attól a be nem kötözött sebtől, csupa vér volt a kezem, megfogtam. Ezzel a véres igazolvánnyal jártam még néhány évig, szimbolikusan. 57. október 23-án talpig feketébe mentem iskolába. Mondanom se kell, hogy már a villamosról leszedett a rendőrség, és bevittek a Kürtutcai rendőrkapitányságra. Nem tartottunk kapcsolatot, tehát az 56 után tulajdonképpen hát még egy évig jártunk érettségig együtt. Kettőször találkoztam a régiek közül, az ápoltjaim közül. Egyrészt ezzel a Csabával, a másik a Benedikti Róbert, aki bölcsészhallgató, görög-latin szakos bölcsészhallgató volt, és ő vele találkoztam egyszer könyvtárba. Azt hiszem az Écsényi könyvtárban, nem tudom biztosan, és úgy ráköszöntem, úgy boldogan, és akkor úgy rám nézett, hogy hát valakivel összetéveszt, nem ismerjük egymást, és akkor esett le a tantusz, hogy ez nem szabad megismerni egymást. Annyira nem beszéltem én az 56-os dolgokról, hogy az osztálytársaim nem is tudták, hogy én hol voltam. Körülbelül a 20. érettségi találkozón csodálkoztak azon, hogy jé, te 56-ban ott voltál. Igen. Ebben az ember nem henceget. A forradalmi eseményekről és a kórházi eseményekről később nagyon keveset beszéltünk. Lehet, hogy nem volt fontos ez, vagy nem volt elég ok arra, hogy erről beszéljünk, vagy csak az édesapám úgy csinálta, hogy ne beszéljünk róla, hogy semmi olyasmiről ne tudjunk, ami esetleg bajba keverhetne, mivel ő nagyon jól tudta, hogy őt a főnöke mentette meg a nagyobb bajoktól. Aztán 57-ben elvették az igazgató helyettesi címét, és soha többet egy kitüntetés se kaphatott. Valahogy úgy eltemettem aztán magamba. Akkor kezdtem jobban megismerni az életet, meg milyen törékeny az élet. És sokszor úgy éreztem, hogy ezért az egy-két napért, ezért az egy-két óráért érdemes volt megszületni és élni. Ha azután nem is jön már semmit.